Sziasztok! Desimzoradiszt vagyok, és ez itt egy újabb SpeedBuild. Sajnos a SpeedBuild vasárnap nem hangzott olyan jól, mint a SpeedBuild szombat, úgyhogy ezt nem fogom annyiszor mondogatni. És most egy olyan házat építek nektek, amit nagyon sokan kértetek már, és remélem ugyanilyen sokan legalább örülni is fogtak neki. Ugyanis ez egy ikerház lesz, és bár rengeteg féle stílusban kértétek, én végül a modern mellett döntettem. Az érdekessége ennek a háznak, hogy ez egy valódi létező ház, és Magyarországon van. Ez Debrecen közelében épül, illetve épült, nem tudom pontosan, és a látványtervei alapján készítettem el ezt a házat, és remélem, hogy a tervező bácsi vagy néni, aki csinálta, és esetleg látja ezt a videót, nem haragszik érte, hogy öm, hát megépítettem a házát sims és feltöltöttem a YouTube-ra. Ugye csak a külsejét láttam a háznak, az alapra ez nem volt fent, úgyhogy azt nem másoltam le, <laughs> tehát ezt ö, teljesen sajátot találtam ki magamnak, és nagyon-nagyon tetszett ez a ház, ö, ezért építettem meg. Úgyhogy, igen, remélem, nektek is tetszik. Valamit akartam még mondani ezzel kapcsolatban, hogy valódi ház, de, de elfelejtettem. Elvileg 2016. december 22 volt az átadási ideje, még mindig fent van az oldalon, és a látványtervei vannak fönt, úgyhogy nem tudom, hogy elkészült-e, fogalmam sincs, hogy lakik-e benne valaki, de hogyha Debrecen közelében laktok, és új házat kerestek, én ezt nagyon tudom ajánlani, mert nekem nagyon tetszik. Um, valamelyik nap talán, tegnap <laughs> beszéltem valakivel a kommentekben, aki azt kérte, hogy az álomházamat építsem meg, hogy igazából azért nem tudom megépíteni az álomházamat, mert van vagy ezer olyan ház, amiért eladnám a lelkemet, ha lakhatnék benne, és például ez a ház olyan lesz, ezt a build-et két részre bontottam, szóval lesz az egyik fele a lakóháznak, mert mint az ikár háznak, illetve a másik fele külön, külön videóban. Fogalmam sincs, hogy a másodikban mit fogok mondani, mert szerintem ebben videóban el fogok mondani mindent. Ezt azért így csináltam meg, hogy egyrészt a screenshotok egyértelműek legyenek, hogy melyik melyik házban van, illetve azért, mert több mint fél óra lett volna a két videó együtt, és nem azért nem csinálok fél órás videót, mert esetleg nem szeretnétek végignézni. Legalábbis most már, eleinte igen. <laughs> Hanem azért, mert fél órát nem tudok beszélni egyhuzamba. Ráadásul a fél órás videó sokkal lassabban megy föl, mint a 16 perces, úgyhogy, illetve 18, azt hiszem. Úgyhogy. Ilyen szempontból is praktikusabb volt, hogy megcsinálom az elsőnek a voice t és akkor elkezdem felrakni, és míg feltöltődik, megcsinálom nektek a másikat. Úgyhogy ez a ház már teljes egészében készen van. És a screenshotokon, amik kívülről készülnek, majd látjátok, hogy a másik fele is be van fejezve, illetve történik majd pár változás még ebben az első házban is ahhoz képest, mint ahol abba hagyom ö, itt, ebben a részben. Például az első kertet, tehát az előkertet, azt megváltoztam, és kicserélem a két ötletemet, tehát a második háznak lesz az első ház kertje, és fordítva, na mindegy, értitek. Ez az első ház viszonylag általános és modern. Magának az eredeti háznak, tehát ami létezik, és Magyarországon van, annak az volt a leírásában, hogy egy letisztult minimalista ikerházról van szó. Ami nagyon modern, és. Ez az első ház, amit építek, ez annyira nem minimalista, ugyanis a, minimu... Na, a minimalizmusról azt kell tudni, hogy a funkciót ö, részesíti előnyben, és az a legfontosabb, és ezért nem használnak fölösleges dekorációt, és tehát így nem pakolják tele a házat lényegében fölösleges dolgokkal, ami igazából nem én vagyok, mert ha látnátok a szobámat, akkor tudnátok, hogy lépni nem lehet. De um, ezt az első házat nem így csináltam meg, szóval azért itt van bőven dekoráció és szín. Viszont a második ház egy kicsit um, minimalistább lett, úgyhogy az talán hűbb uh, ehhez az épülethez. Végül is a megvásárolható ház az ugye nincsen berendezve, tehát nem szabadják meg, hogy na, te most minimalistán rendezd ezt a házat. Pusztán a külsejére értették a minimalizmust szerintem, de én szerettem volna, hogy a második ház belülről is uh, minimalista legyen. Viszont ez az első ház, ez mondhatni az álomházam. Szóval, akik azt kérték, hogy építsen meg az álomházamat, azok tekintsenek úgy erre a házra, mintha az lenne. Persze, nem konkrétan ilyen szándékkal építettem, és nagyon sok olyan házam van, amiben szívesen laknék, úgyhogy nem teljes körül a megoldásom, de majd még később gondolkozok rajta, hogy milyen is az álomházam. Ami nagyon feldobja szerintem ez a, ezt a házat, az a padló, hogy ilyen cseresznye színű. Jó, most kötekedhettek, nem teljesen cseresznye színű, de egyébként um, így volt megadva a leírásban és a játékban. Szóval ez cseresznye fa színű, nem tudom pontosan, de szerintem nagyon szép a színe, és um, abszolút feldobja ezeket a modern bútorokat, és egy kis melegséget ad hozzá, úgyhogy, úgyhogy elégedett vagyok a választásommal. Amint még megfigyelhettek a házban, hogy mindenhol ugyanazt a parkettát használom, mindenhol ugyanaz a fal van, és kívülről behoztam a szürkét, csak azért, hogy megteremtsem így az összeköttetést a külső és belső közt, ahogy már említettem az egyik videómban talán, a svéd házikóban. És szerintem jól sült el, nekem nagyon tetszik van pár közérdekű közleményem, csak mert nagyon sokan kérdezitek még mindig kommentbe, pedig majdnem minden videómban elmondtam, illetve minden kommentre válaszoltam. Eddig szóval az egyik ilyen az, hogy márciusban lesz névbeolvasás, és előtte majd csinálni fogok egy videót, amiben megkérek mindenkit, hogy írja le oda az alá, a videó alá nevét, mert különben nem fogom beolvasni, mert nem tudom 600 helyről összeszedni az összes nevet, úgyhogy nem maradjon ki senki, és én nem szeretnék kihagyni senkit, mert annak, aki kimarad, biztosan nagyon rosszul esik, hogy mindenkinek a nevét beolvastam, csak az övét nem. Úgyhogy ez egy ilyen közlemény volt. A Másik az, hogy a házaimat letölthetitek az Originből, ezt még nem, mert ugye még nincsen fönt a videó, és amíg nincsen fönt a videó, addig nem rakom föl Originbe, de minden házamat letölthetitek, kivéve a nagyon régieket, mert azokból elveszett a butor. Na mindegy, Originből, és az Origin ID Magnes Nora nagy emme. és használhatjátok a The Simsologist hashtaget, szóval az alapján is megkereshettek, Név alapján nem javaslom a keresést, mert nagyon sok hasonló nevű ház van fönt. Ráadásul a házaimnak angol nevet adok, mikor feltöltöm a galériába, hogy ugye külföldiek is letölthessék és megtalálhassák. Úgyhogy szerintem azzal nem találnátok meg a házaimat. Egyébként az elérhetőségeimet mindig leírom a leírásba, a videók alá, szóval ott van az e-mail címem, a Facebook nevem, Twitter nevem. Um, Én már címet mondtam, az Original ID is ott van, a hashtagem is ott van, szóval mindent megtalálhattok a leírásban, hogyha ilyen jellegű um, kérdésetek lenne esetleg. Szóval kövessetek Facebookon, hogyha szeretnétek. Nagyon sokat nem posztolok, szóval nem ígérem, hogy ott is ilyen um, gyakoriak a posztok, mint YouTube-on, de hogyha van valami olyan info, amit uh, közel kell veletek, például um, Beteg leszek, vagy ott leszek valami rendezvényen, ahol esetleg találkozhatunk, esetleg um, valami, nem tudom, játék lesz. Hasonlók, akkor azt ott fogjátok uh, megtalálni, mert mint ott fogtok értesülni róla. Szóval, ha valamiért megéri követni, az ez, de nyilvánvalóan uh, nem a Facebook a fő, uh, fő csatorna. Szóval. Azt hiszem, ennyi volt a közérdekű közlemény. E, igen, nem jut eszembe más, amit így Speed be lehetne elmondani. Mindegyik házban van, szóval mindegyik kikerházban van két hálószoba, egy nappali, egy étkező, egy konyha, egy dolgozószoba, és három fürdőszoba, és mindegyik hálószobához tartozik RK is, ami nagyon király szerintem. Az eredeti házban én úgy olvastam, hogy négy szoba van, ami ugye azt jelenti, hogy van egy nappali, illetve három hálószoba, de én ezekbe csak kettőt raktam, mert ugye én terveztem meg az alaprajzát a háznak, úgyhogy én döntöttem el, hány szoba legyen, és valahogy ugye a három az um, nem, nem jött be, vagyis hát nem nem nézett ki annyira menőnek, mint hogyha két szoba lenne, és mind a kettőnek saját erkéje van. Úgyhogy igen, ez így néz ki. Ebben a házban, szóval ebben az első részben lesz egy szülői hálószoba, és egy tini szoba, legalábbis én tini szobának szántam azt a szobát, de akár gyerekszoba is lehet. Kinek mi, játékok nincsenek benne, szóval, szóval emiatt gondoltam, hogy tini szoba legyen. Használtam a Vintage Glimmer ezt az ágyat, amit ö, nagyon szeretek, viszont utálom ott azt a mintát a jobb alsó sarkába, de szerintem ezzel a kékkel egész jól nézett ki, és egészen illett ö, ehhez a szobához. Ugye a ház alakjából adódóan mindegyik ö, hálószobában van egy ilyen egy kockányi kiugrás, amit ö, különböző módokon Mm, hát így töltöttem ki. Itt például a szülők hálószobájába egy mini gardróbot készítettem, ami persze nem funkcionál, tehát dekorációs öm, funkciója van csak. A másik szobába pedig azt hiszem könyves polcot fogok odarakni abba a lyukba, úgyhogy maximálisan kihasználtam a teret, és egyébként ennek vagyok a híve, szóval nem szeretem pazarolni a tereket, Úgyhogy ha van egy ilyen kiszag és akkor megpróbálok oda rakni valami bútort, euh, inkább, mint hogy azt így lezárjam, és akkor egy négyzet legyen. Persze vannak olyan esetek, amikor ez nem működik, és muszáj, muszáj lezárnom, hogy jól nézzen ki a belső tér. Hú. Megint mindent elmondtam, azt hiszem. Mm. Igen, nem rémlik olyan komment, amire így élőben akartam volna reagálni. speed majd a gameplay-ekben elmondom, amit szeretnék. Um, Uha, mit akartam még mondani? Azt, hogy nagyon köszönöm a feliratkozóinak a támogatást, mert már egyre többen vagyunk, és már nagyon-nagyon sokan vagyunk, aminek én nagyon örülök, és üdvözlök mindenkit, aki esetleg most évett ide a csatornámra, aki esetleg most először látja a videómat, mármint, hogy ez az első videó, amit néz tőlem, annak szeretném elmondani, hogy a csatornám lényegében speedbuildekből és gameplayekből áll, és kizárólag a Sims 4-jel foglalkozik, nem használok egyedi tartalmakat, Um, egyet sem. Tehát se hajat, se ruhát, se bútort. Azért, mert um, szeretek abból gazdálkodni, amin van, és abból kihazni a legtöbbet. És um, nyilvánvalóan nagyobb kihívásnak tartom, hogyha a meglévő elemekből gazdálkodik az ember, mint hogyha bármilyen bútort letölthet az internetről, amiért csak szeretne. Plusz um, Annyira nem bízom ezekben a tárgyakban, hogy esetleg vírus letöltök vele, vagy valami. Úgyhogy ilyen fenntartásaim is vannak ezzel kapcsolatban is, ezért nem töltöm le. A másik, amit sokan kérdeztek, hogy milyen kiegészítőim vannak a Spooky Stuff pack kívül, az összes megvan, és tervezem megvenni az összeset. Valaki kérdezte, hogy lesz-e kritika a már megjelent, kiegészítőkből, szóval nem így mindig az újakat kritizálom, és igazából nem terveztem, de lehet róla szó, szóval írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e amolyan ajánlót és áttekintést látni a már megjelent a kiegészítőkből is, tehát a régebbiekből, mint például a City Livingből, a Get Togetherből, a Get to Workből, és a többi a staff és Game packből, mert igazából Szívesen megcsinálom őket, ha van rá időm. Nyilvánvalóan kevésbé ö, első reakciós videók lesznek, tehát nem azt fogjátok látni, ahogy én felfedezem azokat a kiegészítőket, viszont ö, egy átfogó képet esetleg kaphattok róla, hogyha gondolkoztok azon, hogy melyiket vegyétek meg. Igen. Oké, okay. ezzel is megváltam nem jut eszembe más téma. <laughs> Megint. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy külön szedtem ezt a két speedbuildet, mert mert hogyha most még fél órán keresztül ezt kéne néznem és ki kéne találnom, hogy mit mondjak, akkor igencsak bajba lennék. Um, egyébként tényleg nehéz így csinálni, hogy tegnap is volt egy speedbuild, meg ma is volt egy speedbuild, mert ugye a speedbuildekben mesélek csak, és Jaj, bocsánat, lefagytam. Szóval csak a speedbuild mesélek, és tegnap elmeséltem mindent, ami eszembe jutott, így már nem maradt semmi. Ráadásul ma még jön egy, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit fogok mesélni nektek. A gameplay ilyen szempontból is egyszerűbbek, mert nem feltétlenül kell mesélnem, csak kommentálnom az eseményeket, úgyhogy ezért is azok vannak hétköznap. igen, itt látjátok az első kertet ez a módszer fog átmenni a másik oldalra, szóval ez a fajta kert a másik oldalon lesz, és itt majd egy ö, ilyen madárfürdető lesz. Vagy hogy mondják azt? Az egy madárfürdető, nem ami ilyen kis kis van egy tál, amibe víz van, és akkor ott pancsolnak a madarak. <laughs> Fogalmam sincs, hogy ez mind szerintem madárfürdető, de mindegy az lesz középen, és körülött a virágok, és azért azt választottam, mert ezt a manárfürdetőt szerettem volna belerakni ebbe az épületbe, viszont a másik oldal minimalizmusához nagyon nem illett volna, úgyhogy ezért megcseréltem a kettőt, mert ez a virágos négyzetes téma jobban ment ahhoz. Ehhez a házhoz lesz medence is, ami nagyon király. Már emiatt is eladnám a lelkemet, hogy itt lakhassak, mert imádok úszni, úgyhogy nagyon király lenne egy medence. Mondjuk nem légy szükséglet, mert elmehetek úszni bármikor a strandra, hogyha nagyon olyan kedvemben vagyok. A másik házban nem lesz medence, vagy jacuzzi lesz, úgyhogy... Hát igen, nehéz mérlegelni. Jacuzzi vagy medence, Jacuzzi vagy medence, ki tudja. Én a medencét választanám egyébként. Úgyhogy... Igen, ennyi volt. Ez a speed build. már láthatjátok a képeket, és képzeljétek el, most is kipróbáltam a Cinematic View-t, és működött. Úgyhogy egyszer sem fagyott le a gép, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Nem tudom, mi azok annak, hogy megjavult, mert a gépem teljesítménye nyilvánvalóan uh, nem növekedett, és, uh, és semmi nem változott egyébként. Tehát így a programban sem, szerintem meg a gépen sem. Bár lehet, hogy az egyik frissítéssel megoldották ezt a problémát, de nem hiszem, hogy az lett volna... Az oka. Na mindegy. Úgyhogy néhány kép már a Cinematic View-val lett készítve, és azt vettem észre, hogy egy picit torzít, és így több minden látszik rajta, de nyilvánvalóan nem teljesen úgy néz ki élő módban a dolog, mert kicsit megnyújtja vagy széthúzza, úgyhogy igen. Na mindegy. Köszönöm, hogy velem voltatok, és remélem tetszett ez a videó. Legyetek jók! Sziasztok!